Mai adásunkban a baloldal három legnagyobb visszhangot kiváltó beszédéről lesz szó. Felidézzük Grósz Károly szavait, aki 1988. novemberében a fehér terrorral fenyegetett. Kádár János utolsó beszédét, amelyben az 1956 után történtekben vállalt szerepével próbált számot vetni, illetve szó lesz a 15 évvel ezelőtti, ezen a napon nyilvánosságra került Összödi beszédről is. Köszöntöm a stúdióban vendégeinket, Nagy Ervin filozófust, Máté Áron történészt és Perlaki Papp József PR stratégát, a Budapesti Metropolitan Egyetem docensét. Önök az Ez itt a kérdés péntek esti adását látják szeptember 17-én. Jó estét kívánok, én Gulyás István vagyok. Talán furcsa a kérdés, de három olyan beszédről van szó, hogy 1988 és 2006 között eltelik 18 év. Lehet valamiféle közösséget találni ezekben a beszédekben? Van valamiféle gondolatív, amely ráhúzható erre három beszédre? Áron. Erről beszélgetünk itt, hogy mi lesz a közös nevező. Igen. Egy biztos, valamennyi történelmi jelentőségű beszéd. Én a közös gondolati ívet így nem feltétlenül mondanám, hogy kimutatható. Az biztos, hogy mind a három a szocializmus bombás termékének tekinthető. Ennyiben tehát mondjuk egy közös halmaz. Mindegyik a maga módján történelem formáló erővé lépett elő, még van, amelyik ott és akkor, van, amelyik később, ugye hát az Összödi beszéd, annak a rögzítése, elhangzása nyáron történik, szeptemberben indul utána a botrány. Kádár János utolsó beszéde az ugye egy zárt körben hangzik el, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága előtt, mégis van egy olyan hatása, ami csak megsemmisíti azt, amit politikai kádárizmusnak nevezünk a magyar történelemben. Ervin? A személyek, azok szerintem közös nevezőbe tehetők, vagy legalábbis egy közös halmazba, bár lehet, hogy kicsit erőltetett és önkényes ez hát a gondolat. Ez egy három ikonikus baloldali személyiség. Igen, de én inkább arra gondolok, hogy olyan emberekről van szó, akik lábbal tiporták a demokráciát és a szabadságot. Tehát, hogyha a Grósz Károlyra gondolunk, akkor szerintem az egyértelmű, ha Kádár Jánosra gondolunk, akkor még inkább egyértelmű, és hát nyilván van egy kortárs vita is Gyurcsány Ferenccel kapcsolatosan, de ha a 2006-os eseményekre, és nem feltétlenül az Összödi beszédre, hanem az Összödi beszéd által kiváltott politikai eseményekre, a rendőrterrorra gondolunk, akkor mégiscsak van egy olyan közös nevező, hogy olyan emberekről van szó, akik nem tisztelték a szabadságot, ami egyébként a rendszerváltoztatásnak a legnagyobb sikere. Hát nyilván ezen sokat vitatkozhatunk, hogy milyen sikerei voltak a rendszerváltoztatásnak, de az biztos, hogy a legnagyobb siker, hogy most itt ülhetünk, szabadon vélemény nyilváníthatunk, vitatkozhatunk, és az a három ember olyan politikus volt, aki ebbe beletiport egész élete során, vagy egy alkalommal, vagy többször is. József, egy PR szakértő, hát, mit lát ebben? Kommunikációt mindig is hatástudománynak tartottam, és szerintem erős hatása van a szereplők jövőbeni, ezutáni életére. Gyakorlatilag Grósznak a jövőjét ellehetetleníti. Egy nagyon régi gondolat, egy régi hang jelenik meg egy átalakuló világban, és valószínűleg nem szívesen ül az új világ egyik képviselője sem egy asztalhoz vele a jövőben. Kádár kiírja magát ezzel, gyakorlatilag valószínűleg a pártársaiukra futtatják ezzel a témával, gyakorlatilag megmutatják, hogy képtelen már, nem hogy politikusként, hanem emberként 100%-osan részt. Ez csapda volt Kádárnak szerintem? Hát kommunikációs szempontból, ha a mai politikát nézem, akár ezt is el tudom képzelni, Áron talán erre jobban tud válaszolni. Úgy tudom, de ő, még mielőtt, még mielőtt, várjál Áron, még nem adom olyan könnyen a szót, és Gyurcsány Ferencnek is a politikai jövő óriási hatást kelt. Ha csak megnézzük a mai politikai akciókat, Gyurcsány neve még mindig elrettentő erő a politikában. Tehát maga az Összödi beszéd, maga az Összödi beszédnek az utóélete, a kezelési módszertan az adott személyre nagyon nagy hatással volt. Úgy gondolom, ez közös nevező, megmutatta a kommunikáció az erejét mind a három esetben.
Ezzel egyetértek, hogy a kommunikáció megmutatta a hatását. Abban nem vagyok biztos, hogy magának Kádárnak akartak csapdát állítani. Teljesen megdöbbentő, és itt mindjárt jöhet egy párhuzam, néhány hónap alatt történik ez a leépülés. 88 áprilisában, tehát egy évvel azelőtt, John McLaughlinnak, a szabadúszó, hát demokrata párthoz köthető riporternek teljesen szabatosan mondja el Kádár, hogy bizonyos történelmi időben a keményebb lépésektől még vissza is tartott engem, hogy a szovjet csapatok itt voltak, mert nem szeretem ugye azt a fiút, aki a nagymama szoknyája mögül bátor, ugye, vagy így hangzott a főállítás, kacsintott is hozzá, hogy ez összekacsintos, és egy év múlva a démonjaival küzdő felbomló elme. Olyan szempontból a csapdát el tudom képzelni, hogy egyáltalán beengedték, meg szóhoz engedték. Ebben azért az ő óriási tekintélye volt még mindig, az is szerepet játszhatott. A csapda itt inkább az ő politikai örökségének szólhatott. Tehát nem feltétlenül a személynek, mert őt... Gyorsan leírta ezt neki a KGB örökségét. Vezetője, Krücskov tábornok már meghozta a Sejem Zsinort 88 májusban. Persze. Tehát onnantól kezdve pártelnök, hát egy nem létező tisztség. És milyen érdekes, hogy Gyurcsány Ferencnél is egy erős, hatásos beszédet mond, mozgósítót az elvtársaira, bocsánat, pártársaira nézve. Még büszkék is, nagyon büszkék. Na de utána, nem sokkal, néhány év múlva már jön az, hogy csávókáim, üljetek föl a rezsóra, ugye? Jönnek a kígyók, kígyóznak. Tehát itt is van egy hosszabb ívű, de azért mégis csak hát úgy mondjam minőségi. Maradjunk még Grossznál egy pillanatra. Ugye 88 az az év, amikor elfogadják tavasszal a társasági törvényt. Gyakorlatilag az már az impexeknek az a kora, amikor teljesen nyilvánvalóvá válik, hogy a nomenklatúra gazdasági része az már lepaktált, lejátszotta a saját kis üzleteit, onnantól kezdve már társaságot is alakíthatnak, gyakorlatilag ők azok, akikkel tárgyalnak a nyugatiak, tehát ők a tényezők. Szóval ebben a millióban, ebben a környezetben mennyire hiteles Grossznak ez az utolsó moszkovita beszéde, mondhatjuk. Miközben már Gorbacsov is azt mondta, hogy nem kelletek, hagyjatok minket békén, van nekünk elég bajunk. Igen, ha a politikai vakság egy létező fogalom, akkor ez az. Tehát ha az elvtársait nézzük Grósz Károlynak, ők azért ügyesen, bár nem akarom őket megdicsérni, nyilvánvalóan történelmi bűn volt, amit elkövettek, de ügyesen felismerték azt a lehetőséget, hogyha nem is a változásoknak, vagy az emberek által okozott változásoknak az élére, de mégiscsak az oldalszárnyára felültek. Gondolok itt mondjuk... ugye német Miklósra, gondolok itt Horn Gyulára, aki később ugye ebből azért komoly politikai tőkét tudott kovácsolni, ő nem ült fel erre a, hogy mondjam, erre a változásnak a vonalára, tehát ő ellenállta ennek a szélnek, ha úgy tetszik. És ez egy politikai tévedés volt, ugyanis őt el is söpörte a rendszerváltoztatás, ellenben egyébként Horn Gyula és köre, vagy akár Medgyessy Péter, ne felejtsük el, hogy Medgyessy Péter a Grossz kormányban benne volt, tehát ő is ott volt. Hát ők voltak a technokraták akkor. Igen, már. És ők viszont ügyesen át tudták menteni a hatalmukat. Nem ide, Grossz Károly ezzel a beszédével hozzá ennek a lehetőségét is megszüntette, tehát hogy azért mondtam azt, hogy ez egy politikai vakság volt, nem ismerte fel a lehetőséget, de mondom még egyszer, én nem akarom dicsérni azokat, akik meg felismerték, mert ez azért morálisan azért egy egészen más kis ingoványos. Ingoványos, így van. Nézzünk bele ebbe a beszédbe, ugye 1988 őszén nagy kérdés volt a politikai intézményrendszer reformja. Grossz és a párt technokrata vezetője az egypárt rendszeren belüli pluralizmus álláspontját képviselték, míg Posgai Imre és a radikális reformerek már több pártrendszerben gondolkodtak. Grossz Károly ebben a feszült helyzetben a sportcsarnokban összegyűlt pártaktivisták és munkás őrparancsnokok előtt fehér terror feléledésével fenyegetett. A harc eredménye csak tőlünk függ, mert osztályharc lett ez a javából. Attól, hogy képesek vagyunk-e visszanyerni önbizalmunkat, magunk mellé tudjuk-e állítani a józan erőket, s ha kell,
az ellenséges, ellenforradalmi erőkkel szemben határozottan fel tudunk-e lépni. Ha igen, megmarad a rend, a biztonság, túljutunk gazdasági nehézségeinken, megőrizzük értékeinket, és egy új, korszerűbb és hatékonyabban működő magyar szocializmust hozunk létre. Ha nem, az anarchia, a kához, és ne legyen illúzió, a fehér terror fog eluralkodni. Engedjetek meg egy személyes emléket, én ekkoriban a Miskolci Egyetem Filozófiai és Szociológiai Intézetében dolgoztam, mint tanársegéd. A beszéd után, körülbelül két héttel Szűcs Erika, aki akkor a Miskolci, illetve a Borsod-Zemplén megyei párbizottságnak a gazdaságpolitikai titkára volt, az bejött, és hát tisztességben és becsületben megőszült filozófusoknak és szociológusoknak elkezdte magyarázni, hogy már pedig a szocializmusnak nincs alternatívája, és ott közgazdász professzorok néztek rémülten, hogy úristen, akkor ez a bizonyos Grósz Károly ott a sportcsarnokban nagyon komoly dolgot mondott, hogyha ennyire beindult az ezzel kapcsolatos kommunikáció. Tehát egy némi félelmet azért keltett ez. És ahogy itt az elején elhangzott a kérdés, hogy gondolatív, tehát az a helyzet, hogy 1956 a modern magyar történelem origója, a körül forog minden, mind a három beszédben valamiféle utalás ugye van. Kádárnál mondani sem kell, itt ugye főként Nagy Imre, meg szovjet tankok, ugye az az azóta elhunyt ember, ugye így emlegeti. Grósz Károlynál a fehér terror teljesen egyértelmű. Ne legyen félreértés, ez nem a 19-es fehér különítményesek bosszú hadjárata, hanem az 56 utáni. Azóta hívó szó. Bocsánat, 56 közbeni ugye állítólagos. És ugye Gyurcsány Ferenc, meg hazudtunk reggel, éjjel, meg este. Ez ugye a Szabad Kossuth Rádiónak ugye a beismerő vallomását próbálta meg tévesen felidézni, szintén 56-ból. Évfordulós év volt, ráadásul fél évszázados, vérfolyt a magyar utcák. És azt azért hozzátenném, hogy ugye azt mondtátok, hogy politikai hullákról beszélünk. De Gyurcsány Ferenc a mai napig nem az, sőt, hozzáteszem, az egyik, hanem az egyetlen kiemelkedő vízióval, szervezőerővel, karizmával rendelkező ellenzéki politikus. Tehát azért őt most önmagamnak is nem lehet így leírni. Az összödi beszéd az viszont egy olyan pecsét a homlokán, amit nem tud veszedni. Szerintem egy olyan beszéd, ami Gyurcsány Ferenc részéről elhangzott, egy politikusnak mindenhol a végét kell, hogy jelentse. Ennek ellenére most azt látjuk, hogy azért van egy olyan baloldali folytonosság, ami újra és újra legitimálja Gyurcsány Ferencnek a helyét. Tehát most mit látunk? Azt látjuk, hogy gyakorlatilag összeáll az ellenzék, ebben még benne van az a Jobbik is, aki egészen máshonnan indult, sőt, a 2006-os rendőrterrorral szembe helyezkedett, és azzal szembe fogalmazta meg önmagát, és mit tesznek? Rehabilitálják Gyurcsány Ferencet. Tehát azt a Gyurcsány Ferencet, akit már egyébként régóta el kellett volna a közéletből tüntetni. Jó, csak ez azért érdekes, és térjünk vissza Grósz Károlyhoz. Mert ugye, ha ezt a párhuzamot egy picit tovább gondoljuk, akkor azt látjuk, hogy Grósz Károly 1988. novemberében elmondja ezt a beszédet. Egészen nyilvánvaló, hogy akkor a magyar társadalom már nem vevő erre a dologra. Tehát próbálkoznak még, harcolnak még, 20-25 ezer munkásőrnél ott van a Kalasnyikov, de azért már félnek ezt alkalmazni. Tehát gyakorlatilag elmondja a szocializmusnak, a létező szocializmusnak, ahogy akkoriban nevezték, a halotti beszédét. 6 év múlva egy 1990-es első demokratikus szabad választás után, 90-től 4 évet számítva, visszajönnek a szocialisták lazán. Nagyon érdekes visszanézni a mai fejjel, mai politikai gondolkodással erre a beszédre. Azt szoktuk mondani a politikában, hogy a politikus mindig a félelemmel és a reménnyel ázol, és Grósznak félelemkeltő ez a beszéde, csak teljesen másképp házal már a demokratikus rendszerbe, egy versengő pártrendszerbe a politika.
ő a félelmet azért idézi meg, hogy megvédje utána tőle az embereket, azoktól a veszélyektől. Grossz pedig megfenyegeti az embereket. A reménnyel pedig úgy házal, hogy a régi világot ajánlja fel. Teljesen értelmetlenül így visszanézve, miért működne az, miért működne a szocializmus, miért hozna jó világot, ha eddig nem működött. Miért hozna rendet, ha eddig olyan rendet hozott, ami képtelen rend volt. Tehát én azt látom, hogy a beszéd valóban nagy hatású, jól megfogalmazott beszéd Grossz részéről, de nem véletlenül a semmibe hull. Nincs igazából társadalmi ereje, nincs többség mögötte, gyakorlatilag egy letűnt ember, letűnt világról alkotott gondolatainak tűnik. Tényező még akkor Grósz Károly, illetve tényező még akkor az MSZMP, gondolva a 25 ezer fegyverre, vagy pedig már nem számít. Akkor már azért nagyon erős az MDF, ugye elindult a szabad kezdeményezések hálózat, amiből később kialakul a Szabad Demokraták Szövetsége, létezik a Fidesz, nagyon radikális hanggal a magyar politikai életben, és a történelmi pártok is folyamatosan jönnek vissza, egyre újabb és újabb pártkezdemények jelennek meg. Hát persze, hogy tényező, tehát az MSZP egy olyan hatalmi bázissal, hálózattal, mind külföldi, mind belföldi beágyazottsággal bír, ami egy pillanatra úgy tűnik 90-ben a választásokon, hogy ez marginalizálódik, de valójában ők a nyílt politikán túli, részben fedett, részben egyszerűen csak nem nyilvános világban olyan pozíciókkal bírnak, olyan szakember gárdájuk van, persze a szakértelem bolsevista trükk, de van egy olyan csapat, tehát nekik van egy csapatuk, helyek közel külföldi támogatással, ami aztán vissza tudja hozni az egészet a sírból. Tehát az egy nagy restaurációs kísérlet, még akkor is, hogy a Horthy Gyula azért, hogy úgy mondjam, ugye van ez a mondás, hogy az ellenségedet még közelebb kell engedni, tehát ugye az SZDSZ-t azért hát nem, tehát nem volt kebelbéli. De mentorcsók volt az kérdés. Igen, az SZDSZ részéről is, csak ők jöttek ki rosszabbul a dologból. Na most egy pillanatra itt visszatérve még, onnantól kezdve, hogy Grósz Károlynak az észak-amerikai körútján, egyébként ott Soros György és mások is felbukkannak, be kell jelentenie, hogy kegyeleti okokból engedélyezik Nagy Imréjék újra temetését. Ugye előtte ezt Kádár az ominózus interjúban a rehabilitációt még kizárta, Fejti György utána azt mondta, hogy hát valamit lehet, de még erre térjünk vissza. Ő már bejelenti, jön egy fehér terroros beszéd, de kész. Tehát onnantól kezdve, hogy azt mondják, hogy 56 az nem úgy volt, ahogy ők hazudták, nekik nincs legitimációs alapjuk. És ezt utána maga a nyers Rezső mondja el, hogy az emberek immelámmal elfogadták a mi értékelésünket 56-ról, most, amikor rosszul mennek a dolgok, már azt mondják, hogy tessék átgondolni. Tehát vége a kádári alkunak. És Grossznak ez az iszonyatos tragédia, hogy azt hiszi, hogy még megállíthatja a kereket, pedig hát szerencsétlen Gorbacsov is ugye Buharin, meg ilyen alakoknak a rehabilitációjával próbálkozik, és akkor persze, hogy itthon is, hát egy ugye Nagy Imrét is buharinistának nevezték, és akkor őt is meg kell próbálni valahogy. Tehát már a szovjet gazdáktól se jön táp ahhoz, hogy ezt a masszív 56 utáni 57 január-februári érzésvilágot visszahozni. Érdekli még a szovjet gazdákat egyáltalán Magyarország vagy Közép-Európa? Örülnek, hogy megszabadulnak tőle. Gorbacsov egész más felé néz már akkor. Hát nyilván akkor már megvan a saját maguk problémája, meg a saját maguk belső ellenségei, tehát ott már azért egy elég komoly küzdelem van. Azért arra még visszatérnék, hogy ha jól emlékszem, Grósz Károly már ekkor nem volt miniszterelnök. Ekkor már megbukott. A sportcsarnokos beszéd előtt négy nappal igen, így van, de pártfőtitkár. És azért azt ne felejtsük el, hogy ahhoz nagyban hozzájárult az, amiről még nem beszéltük, hogy azért ő járt előtte Aradon,
a nyáron. És Aradon egy akkora vereségbe szaladt bele Ceausescuval szemben, amit szerintem Magyarországon párthovatartozástól, vagy ideológiától, vagy világlátástól függetlenül mindenki így látott. Tehát nagy volt a várakozás. Az volt a várakozás, hogy ő elmegy Aradra, és valamit ki tud harcolni Ceausescuval szemben azért, mert Ceausescu közben elindította a falurombolási programot. És kimegy, és mi történik? Azt tudjuk meg, hogy ő fél óráig beszél Ceausescuval, Ceausescu 2,5 órán keresztül kioktatja őt, körülbelül 4 órás a beszélgetés, és úgy jönnek ki, hogy ott áll Grósz Károly a nemzetközi sajtó előtt megalázkodva, és valami ilyesmiről beszél, hogy szakértőket fogunk küldeni, nekik majd tanulmányozzák ezt a helyzetet. Tehát ez elképesztő. Az MSZNP külügyi apparátusának már a 70-es évek elejétől kezdve szúrta a szemét. Tehát egyre másra küldözgetik be a jelentéseket. És akkor kénytelenek foglalkozni másodjára. Ugye kétszer foglalkoztak először a PB-ben 64-ben, utána meg a központi bizottságban a határon túli magyarok kérdésével. És kénytelenek erről egy határozatot hozni. És egyre másra jönnek a jelentések. De Magyarországon akkor már tüntetnek, tehát ne felejtsd el, hogy Magyarországon de a román... Csak azt akarom mondani, hogy az állampártnál is kiveri a biztosítékot, amit Ceausescu viszont ez magyarázhatja azt, hogy Grósz Károly miért ennyire radikális, mert mint egy sarokba szorult igen, állatka. Lapot kell kérni. Így van. Egyébként valóban úgy tűnik, hogy harap. Tehát itt valóban a sarokba szorítottság érzése van. De azért még mindig maradva egy picit annál a bizonyos, Áron említette, hogy a szakértelem. De hát ha végig gondoljuk a 70-es évektől, hogy hogyan építik föl a gazdasági hátországukat azok az emberek, akik az MSZP környékén különböző külügyi pozíciókban vannak, vagy külgazdasági pozíciókban vannak, azért az, vagy MSZNP környékén az egyértelmű, hogy itt valóban kialakul egy olyan gazdasági csapat, aki, ahogy említettem, ugye 88-ban elfogadják a társasági törvényt, gyakorlatilag már a saját gazdasági pozícióival foglalkozik, és nem azzal foglalkozik, hogy most akkor ideológikusan mit történik, mert Grósz Károly innentől kezdve már rég bukott ember. Csak egyetlen egy idézetet utána átadom a szót. A 89 április, amikor ugye bemegy Kádár, viszi az asszonyt is, ugye ő így fogalmazott a Mária nénit. Itt Grósz tartja a referátumot, mert ugye összefoglalja, hogy ezek a beszélgetések a párttagokkal hogy alakultak, és akkor idézi az egyiket. A központi bizottság és a politikai bizottság lépéseivel megelőzi a tagságot, amely csak a következtetéseket ismeri, emiatt óriási szakadék kezd kialakulni központi bizottság és a tagság egy része között. Ezért az elméleti bázist is meg kell ismertetni a tagsággal. Hát szóval ez a fából vaskarika, itt erre már lehetőség nincs. Azt is lássuk, hogy a beszédjének a további részében, a referátumában ugye problémaként jelöli, hogy kezdenek magántulajdonba kerülni a dolgok. Nem érti senki, hogy persze. Akkor a párt tagságban, hogy akkor most ez hogy van, akkor minek volt az egész. És erre külön kitér. Valódi társaságok. Erre külön kitér, és a pártszakadásra is, ami ugye hát majd októberben, 89-ben. József? Ezzel kapcsolatban? Hát azt gondolom, hogy ebben az időszakban mindenki szalad a változások dinamikája után, próbálja fölmérni, hogy hol van az a pont, ahol még kompetensen tud valami olyasmit mondani, ami érvényes lehet egyáltalán az akkori időszakra, és hát valóban a visszalépési pontja a szocialistáknak a szakértői kormány ígérete. Tehát ebben az időszakban halmozzák föl azt a kapcsolatrendszert, azt a gazdasághoz hozzáférés képességét, azokat a tudásokat, ami aztán egy perspektívikus politikai látás után, hogy hagyjuk, hogy történjenek a dolgok, és hagyjuk, hogy kiszeressenek a változásból az emberek, biztonsághiányuk legyen, és utána bizony ez a biztonság majd visszahívja a szakértői kezeket, a rendiránti vágyat, és akkor majd hát bizonya megalakul az a kormány, aki azóta a legnagyobb legitimációval rendelkező kormány volt, ugye az SZDSZ-szel együtt talán 72%-os többséggel. Bőve 70% fölé voltak kormányozók. Ebben a témában végzett. Ebben a témában csak saját élményágomból kiindulva az én véleményem nagyon sokat változott ezzel kapcsolatosan. Ha 2006-ban teszitek fel a kérdést, sokkal a borulátóban látom ezt az egész helyzetet, hogy 94-ben visszajönnek Horgyuláik. Ma már kevésbé, mert ma már az élmény anyagom az, hogy már túl vagyunk azon az időszakon, ami mondjuk
a 2010 előtti időszakra vonatkozik. Gondolok itt arra, hogy azért elkezdődött most egy korszaképítés. Egy olyan korszaképítés, ami nem lehetséges anélkül, hogy a rendszerváltoztatás ne történt volna meg. Tehát most már sokkal pozitívabban tudok erre az időszakra rátekinteni a szabadság miatt, főleg a szabadság fogalma miatt. Ez egy érdekes dolog, mert ugye a véleményemet meghatározza az élményanyag, és az élményanyag, ahogy rakódik egymásra, változik a véleményem is ezzel kapcsolatban. De az tény, hogy voltak olyanok, akik egyébként Kádárnak a beszédét is felhasználva megpróbálták, hogy Kádár nosztalgiát is eltereszteni. Szerintem ez még veszélyesebb a rendszerváltoztatásra, a Kádár nosztalgia, mint mondjuk a pénzügyi hatalmi átmentés. Egyébként ez folyamatosan működik, mondom, és benne van a levegőben. Ez ma is egy veszély. Persze, na, hát lépjünk egyet tovább. Nagyszerű kommunikációs összefoglalása. Addig jó, míg Kádár él. Hát mennyiszer hallottuk ezt? Hát egy kereskedelmi rádióban műsorsorozat van, mert ez nagyon mélyen benne volt az emberekben. Egy lépéssel előrébb, fél évvel a Grósz beszéd után 1989. április 12-én az MSZNP központi bizottságának zárt ülésén megjelent és felszólalt Kádár János, aki akkor már egy éve betegeskedett. A beszédben saját negatív történelmi szerepéről, 56-ról, valamint Nagy Imrével kapcsolatos személyes felelősségéről is beszélt. De hát én arról nem tehetek, hogy 32 év múltan örüljön egy ilyen kérdés, ez soha nem bírhatós. Hogy ellenforradalom vagy népi fölkelés. Mert én akkor azt mondtam egész pontosan, békés diáktüntetés, fölkelés, én nem minősítettem semmiféle ellenforradalom. Ezt értettem a résztvevőkre is, és a dolog menetére is. Mert különben senki sem érti. Én miért beszéltem így, ahogy beszéltem. Mert most már rájöttem, attól a 28-tól kezdődött az, amikor ruhára, bőrszínre, nem tudom mire rámutatva, fegyvertelen emberek pogrom alapján megöltek. Inkoherens a beszéd. Határozottan emlékszem. De azért tehát az alaphazugságokhoz ragaszkodik. Tehát, az nagyon mélyen azért gyökerezik. Az 56-os népítéletek mögé tegyük oda az előző 10 év álmokfutását, amit tényleg egy horrorfilm forgatókönyvét tízszeresen kitenné. Tegyük oda a kádári hazugságot, ugye 85-ben Gorbacsovnak is történelem órát tart, hogy amikor a kivégzettek száma elérte az ellenforradalomban ártatlanul elhunytak számára, mert arra kértem az elvtársakat, hogy álljanak le. Tehát egyszerűen nem. Tehát ehhez ragaszkodik, egyébként meg egy felbomló elme, a 20. századot átfogó, második felét átfogó rémképeit láthatjuk. Mint egy Shakespeare-i királydráma, amikor a véres diktátor, a véreskezű diktátor a halál szelétől megriadva, összezavarodva a fejébe a múlt és a jelen, elkezd gondolkodni azon, hogy mit tettem, vagy ki is vagyok én. Magbetit. Egyébként, hogyha ha az emlékezetem nem csak pontosan Novák Tamás csinált erről egy kamaradarabot 2016-ban, ugye ez a terrorházát fenntartó közalapítvány támogatásából jött létre, és ez, ez pont ezt akarta, ezt a fajta emberi tényezőt akarta kiemelni, de Áronnal teljesen egyetértek. Tehát az, hogy itt láttuk az embert, és láttuk ennek az ellentmondásait, és valaki talán még sajnálkozva is figyelte Kádár Jánost, és talán még meg is bocsájtott neki, szerintem ez nem helyes. Tehát nem helyes ebből bármilyen következtetést levonni arra a történelmi bűnre, amit mégiscsak elkövetett a magyar történelemben a 20. században. Tehát nem szabad ez alapján megítélni őt. Igen, de akkor, amikor a diktátort megsajnálják, az egyértelműen jelzi a diktatúra végét. Én nem sajnáltam, de... Tragikus pillanat, az kétségtelen. Nagyon fogyasztatatlan az egész beszéd. Össze-vissza csapong, személyes dolgokat hoz elő, betegségére utal. Tehát tényleg egy széthulló személyiség, széthulló elme, az alatta lévő széthulló világot próbálja úgy értelmezni, hogy nem tud érvényes dolgokat megfogalmazni hozzá. Ez már nem az ő világa. Ebből a világból már kifelé halad, és mond egy ilyen nehezen értelmezhető valamit. Egyetlen egy érvényes dolgot megfogalmazott, hogyha
a Nagy Imre féle kormány, most teljesen mindegy, ne Nagy Imre lovagoljunk, hát most történetesen ugye ő szerepel, hogyha az 56-os kormány legális, akkor ők nem legálisak, Kádárék. Mm. És akik ott a teremben ülnek, ugye, ők sem. Tehát, hogyha akinek az akkori kormány megalvítása fontos, ugye valahogy így fogalmaz Kádár János, és önmagára gondol meg ugye a forradalmi munkásparaszt kormányra. Csak még egy pillanatra, tehát mi a Nemzeti Emlékezet Bizottságánál egy teljes körű 56-os perkataszter elkészítésébe vágtunk bele a Nemzeti Levéltárral. Azt tudjuk, hogy a népi téveteket szinte mindig valami súlyos atrocitás előzte meg, itt 200 áldozatról beszélhetünk, ezzel áll szemben a legalább 229, 230, 228, ugye itt viták vannak, kivégzett, a sortüzekben nagyon lőttek száma, akik a börtönökben hunytak el, az agyonvert emberek, ugye ilyenek is bőven akadtak. Tehát ez a kádári hazugság, ez neki beleégett, önmaga hatása alatt volt még mindig, nem is várható. Teljesen egyértelmű, hogy ugye felismeri a helyzetet. Szabad-e elvtársat mondani? Mert a parlamentben már nem szabad. Ezt is mondja. Igen. Tehát, de most ez azért érdekes, hogy akkor valóban megbomlik az elméje, vagy pedig... Egyszerre van egy másik világban, ahol már minden jön, hogy a Dunánál túl gyors a folyás. Micsoda kép? Szóval tényleg, azóta elhunyt ember. Ugye Nagy Imre? Igen. Szóval ezek iszonyatos dolgok, miközben valahol mégiscsak érzékeli, hogy vége. Tehát gyakorlatilag a saját temetési beszédét. És ha jól tudom, a Grósz Károly meg akarta szakítani többször ezt a beszédet, tehát ő szünetet szeretett volna, ugye ő volt. De leintette Kádár, igen. Leintette Kádár, hogy bocsánat, most akkor befejezem. Ezt ő nagyon jól érezte, hogy ez mit jelent. Ez Hongyul egyik születésnapján is előfordult, hogy megpróbálták. Gyurcsány Ferenc. Ez az utolsó szög, tehát ez gyakorlatilag felszabadítja azokat a disszidenseket, akik azt mondják, hogy na jó, ebből elegünk volt. Tehát ez most már nagyon lábszagú, ez a bizonyos Magyar Szocialista Munkáspárt, csináljunk egy újat, hát ha azzal haladunk. A Magyar Szocialista Munkáspárt, mondjuk úgy, hogy reformista szárnya, korabeli terminológiával azt mondja, hogy Kádár 30 évig hasznunkra volt, most akkor idézzük meg Nagy Imrét, és ez lesz majd ugye, ez a kísérlet lesz a Nagy Imre temetés, amit ugye egy fiatal politikus, egy elég jól sikerült, egy másik beszéddel átfordít, de mégiscsak erre vonatkozik, és ez a mai napig megfigyelhető, hogy Kádár géniusz volt 33 esztendeig, kidobjuk, már nem veszük használt, hoci ide akkor a Nagy Imrét, majd akkor őt rakjuk a kirakatba, ő lesz a vezérlő csillagunk a mai napig. Ez a mai napig megvan, ez a történelmi emlékezeti vita. Volt ennek bármiféle politikai jelentőség ennek a beszédnek? Ez most így, miután ennyit beszéltünk róla, azt hiszem furcsa a kérdés, de mégiscsak releváns. Volt ennek valódi politikai jelentősége, József? Egy lezárásnak látom. Tehát mindenki már azzal, hogy ennek vége. Egy szép szimbóluma az egész rendszernek. A személye, hogy szétporlad, elbomlik, egy apokalipszist látunk, és ez az elbomlás ez nem állítható meg. Ennek vége, nincs vissza. De nem lehet, hogy ezt a szimbólumot csak a távolság láthatja bele? Mert akkor ez nem tűnt olyan szimbolikus. De én úgy emlékszem, hogy ezt nem, tehát ezt nyilvánosan elég későn ismerte meg a közvélemény ezt a beszédet. De több száz ember a teremben, de azért más az, hogy beszélnek arról, hogy Kádár János hogy beszélt, és hogy milyen leszedik szellemi állapotban van. Leszedik, de más az, hogy pedig így látom a televízióban. Tehát azért ez egy sokkoló látvány szerintem egy néző számára, hogy az az ember, akit ugye világélet a televízióban úgy látott, hogy ő a mindennek az ura, most itt van, igen, és bomlott elmével. Folyamatosan nyugodt erőt, igen. Mondjuk úgy akkoriban. Ez egy reputáció, ami szétesik előttünk, és valóban a fejben élő kép, az nagyon nehezen tudja feldolgozni a valóságot. Igen. És az az érdekessége, hogy pillanatok alatt le lehet darálni egy reputációt. Pont egy ilyennel, egy ilyen erőteljes és világos egyértelmű tapasztalattal. És meghalt a király, ilyen a király, keresik a királyt, ahogy az Áron is mondta, hát azért elindul egy
hát akkori tényleg reform kommunistának nevezett, tehát ezen a fogalmon azért vitatkozni. Igen, ez ugye felolvaskarika. Ugyanúgy, mint a nemzeti kommunista. Igen, az MSZP-ben jól emlékszem, az első király, az a Nyers Rezső volt. Igen, és ők keresik. Vagy hát, azóta, vádolják őt a vonalas elvtársak, hogy ő is ugye valójában titkos szociáldemokrata, és ők vitték jégre a pártot. Nekem ezt Ribánszki elvtárs mondta egyébként, amikor interjút készítettem. De egyébként, hogy meghalt a király, éljen a király, azért ne felejtsük el, hogy a harmadik beszédünk, amit most itt terítékre tettünk, az Gyurcsány Ferenc beszéde. Na, és ezekben az időkben kezdi el a vagyonát megszerezni. Itt állj meg egy pillanatra, mert 15 évvel ezelőtt ezen a napon került nyilvánosságra Gyurcsány Ferenc balatonőszödi kormányüdülőben elmondott beszéde, amelyet az akkori miniszterelnök a szocialista frakció zárt ülésének végén mondott el. A beszédben Gyurcsány beismerte, hogy kormányzásuk alatt hazudtak az embereknek, és eltitkolták, milyen megszorításokra készülnek. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Annyival vagyunk túl az ország lehetőségein, hogy mi azt nem tudtuk korábban elképzelni, hogy ezt a Magyar Szocialista Párt és a liberálisok közös kormányzása valaha is megteszi. És közben egyébként nem csináltunk semmit 4 évig. Na hát 2006, valamikor nyáron elhangzik a beszéd, és szeptemberben valakik, mai napig nem tudjuk hivatalosan, hogy kik, különböző helyekre, elsősorban a Magyar Rádióba juttatják, és robban a bomba. Hát milyen helyzetben van? Azért az, hogy kik juttatják el. Sejtjük. De hát Gyurcsány Ferenc bemondta, hogy Ferenc, Katalin és Imre, ugye? Ebből azért lehet olvasni az akkori MSZP elnökségéből. Találunk Ferencet, Katalin. De ez azért jó, ez azért jó. Bocsánat, igen. Azért jó, amit most elmondtatok, mert hogy ez bizonyos értelemben egyfajta képet is vázol föl nekünk az MSZP akkori állapotáról. Milyen állapotban van ez a párt? Megnyerték a választást, és utána úgy döntenek, hogy mégis hát borítják a bilit. Egy permanens hazugságban, ahogy Gyurcsány Ferenc is megvallja egyébként. Tehát nyilván morálisan nem lehet jó az a belső állapot, és hogyha elfogadjuk azt, amit Gyurcsány Ferenc mond, és miért ne fogadnánk el, hisz ő többes szám első szemében mondja, hogy mindenki számára világos, hogy nem kormányoztunk, hanem hazudtunk, és hogy a választásokat is gyakorlatilag ezekkel a hazugságokkal nyertük meg, akkor ez azért morálisan ez egy nagyon komoly probléma, ami rányomja szerintem a tagság hangulatára. De Ervin, de hát végre igazat mond. Na igen, és akkor itt jön majd a kommunikációs szakember, akinek kíváncsi vagyok a véleményére, mert politikailag értem, hogy jut el Gyurcsány Ferenc a hazugságbeszédtől az igazságbeszéd terminológiájához, mert nyilván ez neki egy nagyon jó rehabilitációs kísérlet. De kommunikációs szempontból. De tényleg, tehát itt egy nagyon komoly terminológiai vita alakul ki. Először is kiderül a beszéd, mindenki emlékszik rá szerintem, hogy hol érte a hír, engem Karádon ért, beültem az autóba, és egyenesen a Kossuth térre jöttem. Akkor már több ezer ember némán áll. Nincs tüntetés, nincs örjöngés, állnak az emberek és várnak. Nézzük a parlament ajtát, és várják, hogy kijön rajta valaki, és azt mondja, hogy lemondok. És nincs botrány. Ez a kommunikációs szempontból egy nagyon izgalmas dolog, azért is izgalmas, és azért különösen érzékeny a szocialista párt számára, mert előtte a kampány főüzenete Gyurcsány Ferenc maga, egy ember, egy program. Ez van az óriás plakátokon rajta. Ein Volk, ein Reich. Így van. És gyakorlatilag utána kijön a beszéd, ugye ez egy vasárnap délután, amiről beszélünk, a 4 órás hírekbe jelenik meg. Ez kommunikációs szempontból egy nagyon nagy feladat ezzel bármit is kezdeni. Tehát a stáb azt hiszem, hogy szép feladatot kapott, vagy nehéz feladatot kapott. Ugye itt a nyilvánosság legmeghatározóbb személye, a miniszterelnök, aki legnagyobb hatást tud gyakorolni a nyilvánossággal, gyakorlatilag ő kerül nagy bajba.
méghozzá olyan nagy bajban, amit nagyon nehéz bármilyen módon kezelni, mert nagyon erős nyelvi szimbólumokat használ ebbe a beszédbe, és azt amelyben szépen, a trágárságot ennek minősített. Hát, akár a trágárságot, akár más. Az akkor egyébként szokatlan volt. Ugye nem csak a társadalmi normákkal megy szembe, hanem a politikusi szerepével is hazudtunk, nem csináltunk semmit. Tehát ezek olyan dolgok, amik fölháborítják az embert, és el se tudja képzelni, hogy milyen az, amikor egy kicsit a politikai paraván mögé is tud látni, hogy hogyan is működik a politika. Tehát ott vagyunk délután, 4 órakor, ilyenkor a krízis kommunikációnak egyértelmű az a feladata, ugye reputációt próbál menteni, a miniszterelnöknek próbálja menteni a bizalmat, a támogatást mögötte. Minél gyorsabban, minél hamarabb bele kell szállni kommunikációval, mert azt tapasztalja ilyenkor az ember, hogy a bizalom és a támogatás nagyon gyorsan szökik mögül le. Olyan, mintha amikor az űrhajósok kint vannak az űrbe, és kiukad valahol a borítása az űrhajónak. Szökik az oxigén, és nem sok lehetőség van. Amikor egy hegy ontja a lávát, és ha nem szállok bele egy más értelmezéssel, akkor a gondolataim azok teljes mértékben fixálódnak azzal az értelmezéssel, amit megkapok. Tehát gyorsan be kell szállni a kommunikációnak, Gyurcsányék gyorsan beszállnak. Ugye Gyurcsány Győrben van, és ott már az RTL híradónak ad is interjút, és utána jönnek ki folyamatosan a magyarázatai a dolognak. Ilyenkor a kommunikáció mit próbál meg? Új értelmezést ad neki, tehát egy más keretbe próbálja értelmezni, próbálja eltéríteni azt az értelmezést, ami természetes módon azzal, hogy halljuk a szöveget, bennünk megfogalmazódik. És ugye ez az értelmezésnek az újragondoltatása arról szólna, hogy ott nem hazudtunk, meg nem... Igazságbeszéd. Szenvedélyes igazságbeszéd, és azt próbálja megtenni, hogy úgy próbál támogatást és szövetséget találni a nyilvánosságban, hogy azt mondja, hogy a régi politika rossz volt, új politika kell, és én tudom, hogy kell az új politikát összerakni. Igaz, hogy én is része voltam a régi politikának, ezt nagyon szégyellem, de álljatok mögém, mert én most teljesen új politikát csinálok, és teljesen újra gondolom a hazai politikai szerepemet és a hazai politikai életet. Igen, nem csak, hogy ez és, a... még egy pillanat, és még egy pillanat, és utána az egésznek a menedzselésében, úgy gondolom az egész kommunikációs kezelésében, hogy készültek már ennek a kezelésére, tehát tudták, hogy ki fog jönni. Panelek voltak. Tanár nem tudták, hogy mikor, de hogy ez ki fog jönni. Igen. Ezt mutatja az, hogy gyorsan egy releváns, szakmailag helyes választ tudtak adni. Persze mégsem működött, és emellett, hogy új elpróbálják téríteni az értelmezést, emellett van egy másik szenárió, úgy gondolták nyilvánvaló, hogy ez az értelmezés eltérítés ez nehéz lesz, és utána jön a szenárió, hogy úgy is lesznek mozgolódások, úgy is lesznek problémák, és hétfő estétől már a nyilvánosság nem összödről szól, gyakorlatilag másfél napig él egyetlen témaként a nyilvánosságban, hanem az MTV székház ostromáról és a lángoló autókat látjuk. Tehát amikor a kommunikáció próbálja menteni a menthetetlen reputációt, eltérít, újra keretez, megpróbál egy szövetséget hozni, megpróbál adni egy értelmezést azoknak, akik kedvelik a kormányt, akik a szocialisták mögött kitartanak, ez fontos, és az új politikára hívja ugye az új vezető, az új szereppel ugye a népet, és utána pedig hát megmutatja, hogy a régi politikának bizony ez a következménye, hogy lángolnak az autók. Fehér terror. Fehér terror, de ráadásul ez a mitológia működik, tehát mítosszá vált, és most is a mai napig működik, hogy ez tulajdonképpen igazságbeszéd. Legalábbis egy szűkkultúra, tehát azért ez egy kultúra, igen, már szektaszerű szubkultúra, én azt gondolom. Emlékeztek a DK alakulóőrésére, ott DVD-n meg lehetett venni a teljes összödi beszédet pénzért.
is ennek. Ezért mondom, hogy ez szektaszerű. Ugye egy nagyon izgalmas merchandising, ez kétségtelen, hogy egy nagyon izgalmas. Én szerintem akkor ez már nem szekta, tehát én hallottam olyanokat, hogy különösen fiatalabb korosztályok körében ez hú, pacekba megmondta nekik, meg nem tudom, ilyen. Tehát, hogy az újrakeretezés évtizedes távlatban nyilván, most ugye az, hogy lángoló autók, meg szóval itt azért vannak erőteljes kérdések, például hogy került Eduardo Rózsa Flores az összödi kormányüdülőbe, és miért ő nyomogatta ott a rekord meg a play gombokat? Ő volt a legalkalmasabb. Hát a legtehetségesebb. És utána szerencsétlen hogy került, ha jól emlékszem, Venezuelába, ahol életét is de várjál, előtte még hogy került hozzá Szabó Bálint, és hogy aki került hozzá meg... Imre Ferenc és Katai, tehát azért itt vannak igen. Kérdések. Igen, de mindeneset azért azzal vitatkoznék, hogy tudták-e ezt kezelni, mert akkor nem. Tehát, hát, hogyha azt nézzük, hogy ez volt, hát most mondtátok azt, hogy sikerült átkeretezni egy bizonyos szubkultúrával. Kezelési próbálkozás volt, igen, és ez nem van. Volt tehetségtelen próbálkozás, de nem sikerült kezelni. Két oka igen. Volt, hogy nem sikerült. Az egyik oka az volt, hogy hát vannak politikai ellenfelek, akinek más a szándéka, és az tehetségesen, ha menedzseli, ha ott tart a politikai gondolkodásba, a közéletbe, a közbeszédbe, akkor mivel nem kér bocsánatot, mivel nem fizeti meg az árát az, aki ezt vétette, ezért gyakorlatilag végig ez olyan, mint amikor a köszörű beleél valamilyen anyagba, és amíg nem zárja le ezt a témát, vagy nem vonja ki magát ebből, addig szépen szedére róla a reputációt. És a mai napig ez problémája, tehát ezt nem sikerült megoldani ezt a kérdést. A másik, ami miatt nem sikerült kezelni. Képzeljük el a választót. Biztos, akinek, hogy ebben? Igen. A választót képzeljük el, akinek azt mondja a miniszterelnök, hogy hát a régi politika nem volt jó, de majd jön egy új politika, gyere, hagyd nekem szövetséget ebben, én majd tudom, hogy kell csinálni. Ugye? Ezt maximum az mondhatja, aki ereje teljében van, megnyer egy választást, és tele van, gyakorlatilag reménnyel tekintenek rá, erős. Akkor el tudom képzelni, hogy működik. De az az ember, aki abban a pillanatban végtelenül elgyengül, napról napra gyengébb, nem tud mit kezdeni a dologgal, az nem tudja ezt megcsinálni. A másik fontos dolog, hogy tud ezzel a hétköznapi választó mit kezdeni? Hát mit beszél nekem ez az ember? Ez azt mondta, hogy nem csinált semmit, meg hazudott, meg trükkök százait csinálja. Mi ez a régi, meg új politika? Ez gyakorlatilag egy urbánus próbálkozása ennek a dolognak. Okay, József, az értelmiségnek lehetséges, hogy egy részének egy értelmes kezelési módszer, de az általános választópolgár azt mondja, hogy mit akar ez? Mi van? Először is ne felejtjük el, hogy a választópolgárnak azért van egy jellegzetes tulajdonsága, könnyen felejt. És ez nem baj. Hogy a véleménybuborék, amelyben ez mitológikusan úgy él, hogy ez egy igazságbeszéd, ez ennek a véleménybuboréknak a kiterjesztésére azért kísérletek történnek. Tehát vasárnap este, amikor a Jobbiknak az elnöke, a jelenlegi elnöke 2006-os ribillióról beszél, akkor annak a pártnak az elnöke mondja ezt, amelynek gyakorlatilag a fogantatását és alapidentitását adta a 2006-os rendőrterror és a gyurcsányi hazugság. És a fogalmakra is figyeljük, ugye a baloldal egy része, mert egyébként nem a teljes, majd erről is egy néhány mondatot hadd szóljak, zavargásoknak, ribilliónak nevezte most, Jakab Péter ugyanezt tette. Ugye akik pedig a 2006-os rendőrterrornak a morális részét megítélik, azok nem zavargásról beszélnek, hanem azok arról beszélnek, hogy olyan október 23-án olyan békés tüntetőkre támadták rá a rendőrök, ami nem zavargás volt, hanem egy békés tüntetés volt. És egy kerek évfordulón, 50 év. Igen, és ráadásul igen, ott vannak ezek a szimbólumok, és ugye pont az a Jobbik, amelyek ugye ebbe fogant, most elkezdte azt a fogalmat használni, amit az a szekta használt, amelyik elfogadta ezt az igazságbeszéd gondolatát. De amit még szerettem volna mondani, az az, hogy azért a baloldalon ez nem volt az ilyen egységes. Tehát azért én 2006-ban emlékszem arra, hogy Siffer András és a TASZ azért ő között voltak olyanok, akik, tehát megosztotta őket, Hajós András. Szegény mit kapott, ugye? Hajós András, ez már igen, tehát fölkerült a kereszt. Ezért volt nagy politikai ára, mert túlment a törésvonalon. De igen. Ezek annyira erőteljes szimbólumok, nem csak a trágárság.
amivel megsértem a saját politikai szerepemet, ami kijelöli az én területem. Nem mondhatom, hogy én hazudtam, meg hogy nem csináltam semmit 4 évig, meg trükkök százai. Meg, tehát ezek olyan dolgok, amiknek meg kell fizetni az árát. És Gyurcsány nem egybe fizette meg az árát, hanem szépen lassan azóta is fizeti. Én ezért mondtam egyébként a szektát, mert én azért nem gondolom azt, hogy az egész baloldal ezt elfogadta volna, ezt a olvasatot. Bár most ugye megint van egy összefogásnak az összefogás nevezett politikai, és ott pedig valóban, mint hogyha újra például Horn Gábor már egészen másképpen fogalmaz Gyurcsány Ferencről, mint mondjuk 2009-ben, pedig ő fejtette meg a népszavazás jelentését. Egyébként a legegyszerűbb és legradikálisabb megfejtés volt, és abszolút tényszerű akkoriban. Igen, tehát elhűlt egy olyan mélyütés volt, hát nem, azt nem. Igen, de most érdekes, hogy most ezek az emberek rehabilitálják. Tehát a baloldalon volt egy megosztottság, mint hogyha ez a megosztottság most ebben a helyzetben, amikor a nagy összefogásról van szó, újra elkezdene halványulni, habár azért vannak olyanok, akik még szerintem most is megosztottak ennek a megítélésében. Egyébként érdemes elolvasni Kormos Valériának a könyvét, amit 2006-os az embervadászat utasításra. Igen, amit a 21. század intézet adott ki egyébként 2008-ban. Ott azért nagyon jól le van ez jegyzőkönyvezve, és tényleg igaz az, hogy voltak olyan baloldali jogászok is Siffer Andráson túl, akik azért próbálták védeni azokat az áldozatokat, próbálták pereken keresztül végigkísérni, és egyébként nagyot kockáztattak ezzel, tehát félelemben éltek, erről ír Kormos Valéria is, hogy ez egy félelem volt akkor, hogy te ebbe a dologba így beleállsz. Én itt csak az 56-os párhuzam, tehát ugye, ahogy a Kádár beszédben is elhangzott, hogy volt tüntetés, aztán jött az ellenforradalom. Hányszor hallottuk 2000-ben, hogy hát a békés tüntetők, na de utána ugye a huligánok, meg a többiek. Szóval az a helyzet, hogy ezek a dolgok változatlanok, úgy tűnik, hogy ez a baloldali hagyomány nem volt képes ettől elszakadni. Hát abszolút tehertétel a mai baloldali összefogásnak. Egy sebzett reputáció, egy gyenge kormányzás. Ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Önök az Ez itt a kérdés látták, műsorunkat visszanézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on is. Az Ez itt a kérdés portré műsora vasárnap este 17 óra 45 perckor jelentkezik. Sipos Szilvia kolléganőm vendég ezúttal Szikora Róbert Emerton díjas énekes, az Ergo együttes frontembere lesz. Tartsanak velünk akkor is. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!